zöld takarmányként, azután szárítva használhatjuk fel. Ráadásul minden talajon gyorsan megnő, ebben teljesen igaza van a szerzőnek, ugyanis a legócskább talajon is ez kipusztíthatatlan, ha egyszer elterjed. Tehát itt aztán nem kell semmiféle megmunkálással foglalkozni. És károsodás nélkül tűri a viszontagságokat. Ez nyilvánvaló, hogy saját tapasztalatából írhat fele a Columella, akiről tudjuk azt, hogy nem csak a nagyapjának meg a nagybátyjának voltak több helyen birtokai, hanem és ezeket ő ismerte is, hanem saját maga is előszeretettel foglalkozott mezőgazdálkodásra. Valószínű azért már annyira beleunthatott a katonai pályájába, hogy ez egy jámbora szórakozásnak tűnt. Na most itt van a másik, még mindig a zanót. Ha a nőknek nincs előttejük, szárított zanótot kell vízbe áztatni, és miután egész éjszaka benne állt, másnap a kinyomott levéből három emélát összekeverni egy kevés borral, és ezt kell velük italni. Nem tudok hozzászólni. Így ők maguk is egészségesek lesznek, és a gyermekek is megerősödnek a bőséges tejen. Ez kétségtelen, ugye? Mert a gyerekeknél ez a legnagyobb gond, amikor az anyuka mindenféle mesterséges tápszereket próbál